Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Sok szeretettel köszöntelek valamennyitöket, gyerekek. Nagyon jó, hogy újra találkozhatunk, és beszélgethetünk. Hoztam nektek egy szép történetet, nem olyan könnyű, de vannak benne szép gondolatok. Jézus egyszer egy gazdag emberről és egy szegény koldusról mondott különleges dolgokat. A gazdagnak nem tudjuk a nevét. Az evangélista nem is tartotta fontosnak, hogy feljegyezze, de a koldus nevét tudjuk, Lázárnak hívták. Ő egy nagyon szegény ember volt. A gazdagnak óriási vagyona volt. Lázár pedig roppant szegény volt, és őnek nem volt háza, kertje, és amellett még beteg is volt, szegény. Ha ránézünk a gazdagra, akkor látjuk, hogy jól néz ki, erőteljes, feldobott, vidám. Lázár pedig nem a legjobban nézett ki, szegény, sápadt volt az arca. A gazdag szép ruhákban járt az utcákon, a szegény koldusnak pedig alig volt ruhája, az is szakadozott volt, és kilátszottak a sebei, a vérző sebei. Sokszor le is vetette az ingét, mert már annyira fájt a bőre is, és rosszul érezte magát. Ő néha sírt, néha énekelt, néha öröm töltötte be a szívét, néha a mennybe tekintett föl, és így élte csendesen az életét. A gazdagnak voltak lovai. Egyik szebb volt, mint a másik, de volt köztük egy kedvenc, egy nagyon-nagyon kézhez szokott ló. Nagyon bírta, nagyon szerette ezt a lovát, és gyakran befogadta a kétkerekűbe, és akkor hajtotta, száguldotta árkon, bokron keresztül, a mezőn, aztán az úton. Ő élte a maga világát. Lázárnak azonban nem volt semmije, még egy barátja sem volt. Mindenki szégyelte őt, csak egyedül a kiskutyák, a kutyik barátkoztak vele. Gyerekek, hogyha most megnézitek ezt a képet, akkor melyik bácsi tetszik nektek? Melyik vonzóbb? Szeretnétek ti is odaülni ebbe a kis kétkerekű kocsiba, és együtt száguldani ezzel a gazdaggal? Vagy oda mennétek a szegény koldushoz, és megkínálnátok egy csokival? Vagy megkérdeznétek, hogy van bácsi? Még elmondom azt nektek a gazdagról, hogy a mindennapi életéhez tartozott, hogy partikat rendezett, sok vendéget, embert, néniket, bácsikat, fiatalokat meghívott, akik szintén jómódúak voltak, és együtt ettek, együtt ittak. A gazdag nagyon szerette a finom libacombot,
mégpedig a nagy libacombat, ami úgy megvolt, finoman sütve, na meg, ezen kívül nagyon szerette a finom sütiket. Ide sorolhatjuk a tortától kezdve mindent. Soroljatok ti is különböző süteményeket, amiket ti szerettek. Szeretném hallani, írjátok meg nekem, hogy milyen süteményeket szerettek. Hát ez a gazdag, ez bírt enni. Jó nagy is volt a hasa. Pukkadásig telette magát libacombbal, meg aztán hát végül a sütikkel. A koldus pedig éhezett. A gazdagnak soha nem jutott eszébe az, hogy adjon legalább egy darab kenyeret ennek a koldusnak, vagy abból a süteménynek a felét, ami a kezében van, elvágja és kiküldje a koldusnak, aki a kapujában ül, vérző sebekkel, és rosszul van, fáj a feje, és nagyon rossz állapotban van, és éhes. Ő mindig megalázóan beszélt, hogyha nagy vendégség volt, és ott, hogy vannak emberek, ilyen szegény emberek, ilyen rondák, mint a Lázár, itt ülnek a kapumban, szóltam a szolgámnak már, hogy kergesse el, de hát újra visszajött, és újra itt ül a kapuban, utálom a Lázár, és bocsánat vendégeim, hogy nektek is találkoznotok kell a kapuban, amikor bejöttök ezzel a kellemetlen fickóval. Önző volt a gazda, Lázár pedig védtelen volt. És Lázárnak azért volt egy nagyon nagy támasza. Isten volt a támasz. A gazdagnak csak haverjai voltak, akikkel együtt evett és ivott. De Lázárnak az Úr volt a támasza. Azt kérdezném, hogy milyen fiú vagy te, és milyen kislány vagy te, hogy gondolsz-e másokra, meg tudnád-e osztani másokkal, amit van, és hogy te ugye kicsikém, nem vagy olyan önző, mint a gazdag, hogyha a sütiről van szó. A koldusról még elmondom nektek azt, hogy hívő ember volt. Hívő ember volt, és sokat küzdött az éhezéssel, és úgy teltek a napjai, hogy nem evett, nem ivott, a nagy hőségbe kiszáradt, csak a kutyák szagláztak körülötte, és a sok-sok éhezésbe belehalt. A gazdag ember nem hitt Istenben, ezért volt ilyen önző szíve. A gazdag ember nem hitt Istenben. A gazdag ember nem akart Jézus Krisztussal személyesen találkozni. Lázár bácsi pedig teljes szívével hitt. Teljes szívével hitt az Úrban. Nem tudom, hogy te gondolkoztál-e már azon, hogy van-e Isten, és kicsoda ez az Isten, és hogy hiszel-e benne, és akarsz-e közelebb kerülni hozzá. Lázár legyengült az éhezés miatt, és meghalt. Ott haldokolt a kutyák között, és úgy ment el innen a föld életről, hogy nem szerette őt senki. Te
kiket szeretsz, vannak-e emberek. Olyan jó volna, ha most hallhatnám, hogy elmondod, hogy te kiket szeretsz, és kik szeretnek téged, és hiszel-e abban, hogy Isten is szeret téged, hogy Isten is egy hatalmas, csodálatos lény. Meghalt a koldus, és mi történt ekkor? Mi történt ekkor, amikor meghalt? Eljöttek érte az angyalok, és a mennybe vitték. Nézzétek majd ezt a képet, amit mutatok. És amikor megérkeztek az angyalok Lázárral a mennybe, akkor Ábrahámmal, az ősatyával találkozott. Az ősatya kitárta a karját, és magához ölelte Lázár. Micsoda boldogság volt ez a pillanat. És együtt örvendeztek, és együtt dicsőítették Istent. Dicsőítették Istent. Ha megtérünk, a Krisztust követjük, és eljön majd a halálunk órája, akkor miértünk is jönnek a csodás, szép, hatalmas, kedves, barátságos angyalok. Krisztus meghalt értünk, és feltámadott, és higgyél benne, és ő a te életedet elfogadja és megáldja. Viszik az angyalok Lázárt a mennybe, és nagyon nagy öröm volt a mennyben. Aztán nem soká a gazdag is meghalt, de ő érte nem jöttek Isten angyalai, hanem jöttek a gonosz angyalok, a Sátán angyalai jöttek, és ezt a rossz indulatú embert, ezt a hitetlen szívű embert, ezt a nagyképű embert, aki csak enni, inni szeretett, és gyűlölködni, ezt vitték a gonosz angyalok, és ízó, tüzes pokolba vetették. Ott volt a lángok között, és szomjazott, és reszketett, és kívánt volna egy korty vizet inni. Mit gondoltok, hogy amikor kérte Lázárt, hogy hozz nekem onnan, ahol vagy, egy korty vizet, hogy igyak, mert borzasztó lángok között élek, és itt nem tudom, hogy mi lesz velem. Mit gondoltok, gyerekek, hogy Lázár vitte neki vizet? Nem vitt. Miért? Azért, mert rossz indulatú volt? Azért nem vitt, mert egy nagy-nagy válaszfal választotta el őket. És miért került Lázár a mennybe? Azért, mert az Úrnak adta a szívét, és követte az Urat. És miért került a gazdag a pokolba? Na miért? Azért, mert gonosz volt, gyűlölte a szegényeket, nem segített, önző volt, Isten nélkül élt, és a napjai csak evésből, ivásból és gyűlölködésből állt. Ott volt a tűzlángjai között, látjátok a képen. Még elmondom, hogy egy különleges, nagy kerítés választotta el Isten országát a pokoltól. A pokol az egy valóságos hely, ahol a tűzlángjai égnek, és a gonoszokat oda vetik a gonosz angyalok. Lázárt pedig Isten országába, ahol az Úr uralkodik. Az ember eltávolodott Istentől, és nem akart Istennel élni, külön akart tőle élni. De Lázár,
az Úrnak adta a szívét és az Úrral élt. Lásd csak a két helyet, két hely van. Jegyezd meg jól egy életre szólóan, amit mondok, hogy két hely van, a menny és a pokol. A menny az Isten országa, és ha egyszer befejezzük a földi életünket, akkor bejutunk oda ebbe a csodálatos birodalomba. Már a szívünk ott van, már lélekben ott vagyunk, már Jézus Krisztus megváltott bennünket, és Urunk, ha hiszünk benne, aki pedig nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, nem tér meg, nem adja oda a szívét az Úrnak, nem adja oda az életét az Úrnak, az menthetetlen lesz. Ne felejtsd el, két hely van, a menny vagy a pokol, és neked választanod kell, hogy hova akarsz megérkezni. Az Úr hív, menekülj a kárhozat helyétől, a pokoltól, és menj Isten országába, higgy Jézusban, és üdvözülsz.